egy pohár bort is, mert hogyha az ember közben borozik, egész jó kis sztorikat lehet mondogatni. Úgyhogy ha nem bánjátok, akkor én el is mondanék egy érdekes sztorit, ami azért érdekes, mert úgy kezdődik, hogy hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy fiatal ember, akinek volt egy gyógyíthatatlan halálos betegsége. És az egyik ismerőse mondta neki azt, hogy próbálkozzá már a ganoderma gombával, mert én arról egy csomó jó dolgot hallottam. És ez a fiatal ember eléggé fölidegesítette rajta magát, és azt mondta ennek az ismerősének, hogy ne higgy már el minden marhaságot, a ganoderma gomba az egy átverés. És ezt annyira be akarta bizonyítani, hogy rögtön rákeresett a Google-ben arra, hogy ganoderma átverés. És mit ad Isten, följött neki az én cikkem, ugyanis én írtam néhány cikket ilyen negatív keresőszavakra is, mint átverés, becsapás, hazugság, kitolás, stb. És ezekben a cikkekben elmagyarázom, hogy miért nem becsapás a ganoderma, meg miért nem átverés az MLM és hasonlók. És annyira meggyőző voltam ebben a cikkben, hogy ez a fiatalember belépett hozzánk, és azóta is fogyasztja a termékeket. És Az javult. egészségi állapotáról nem szabad mondani semmit, de szedi a termékeket. Valamiért. Még egy apróság, hogy én általában minden cikket, amit magyarul megírok, megírok németül is. Ezeket az átverés, becsapás, csalás cikkeket is megírtam németül is, és egészen elképesztő az a különbség, hogy mennyivel sokkal többen keresnek rá magyarul ezekre a keresőszavakra, mint németül. Csak olyan érdekes, hogy a két népnek mennyire más a beállítottsága. Mi magyarunk, ezek szerint magyarok sokkal jobban félünk attól, hogy becsapnak és átvernek bennünket, és erre keresünk rá mindig a Facebookon, vagy márhol. Ennyi volt az én történetem, ami azért pozitív, mert azt gondolom, hogy egy olyan embert, aki ebben nagyon nem hitt, sőt átverésnek tartotta, teljesen át lehetett fordítani, és a saját egészség érdekében most már szedi ezeket a termékeket. Ha van kedved, akkor mondd el a te sztoridat. Jó. Egy-két évvel ezelőtt a felső vonalunkban az egyik szponzorom, Specht József, írt egy könyvet, Tessék vigyázni, az ajtók záródnak címmel, és mivel tudta, hogy foglalkozom grafikával, kiadványszerkesztéssel, engem bízott meg azzal, hogy ezt a nyomdához készítsem elő, és egy másik ismerősöm pedig éppen kereső fázisban volt, és mindenféle ilyen pénzügyekkel, gazdasági dolgokkal kapcsolatos könyveket keresett az interneten, és rábukkant a Specht Józsi könyvére, amit el is olvasott, és utána, hogy nem, mit az Isten, megtalált, mert tudta a Facebook profilomról, hogy én is foglalkozom a DXN-nel, és azonnal 1000 kérdést nekem szegezett, és másnap megint 1000-et, harmadik nap is, de addigra már belépett. Nagyon lelkesen épp, hogy Elment a hang, bocsánat, és elmondtam. nem hallottam, hogy engem akartok Megmaradt az idő. felúlítani, úgymond, de nem. Hát, én egy nagyon rövid, de nagyon vicces kis történetet szeretnék veletek megosztani. Én pedagógus vagyok, és az elmúlt 2-3 évben, mióta fogyasztom a terméket, a ganodermát azt rendszeresen viszem magammal, mármint a ganodermás kávét. Van egy kis fiolám, ami a nagyobb méretű ilyen kapszulából szoktam beletölteni a kávét, és az mindig nálam van az iskolában. És hát a gyerekek az iskolában megszokták, hogy míg a többi tanárnéni mást kávézik, addig Erika néni ugyebár veszi a kis csomagját, ganodermás kávéját, elkészíti forró kávé, vagy forró vízzel is, és ott közöttük megisztom a kávét. Kíváncsiak voltak nagyon sokáig, hogy mi az a kávé, mi az ott rajta, az ott micsoda, és végül is rám ragasztották a nevet, hogy a gombás tanárnéni. De tavaly évvégén, ugye dök nap volt, diák önkormányzati nap, és az én elballagó osztályom készített egy kis kérdéssort csapatoknak, tulajdonképpen az első, a teljes felső tagozatnak, és az egyik kérdés úgy szólt, hogy milyen kávét fogyaszt Erika néni. És behívtak a gyerekek a kérdéskor, és kifejezetten erre a kérdésre, és megdöbbentem tulajdonképpen, hogy az összes csapat
meg se várták egymást, egymás szavában kiabálva, szinte egységesen kiabálták, hogy gombás kávét. Nagyon, tehát, hogy mennyire figyel, én csak erre, ez csak arra jó példa, hogy mennyire figyelnek ránk az emberek, hogy mennyire hatással vagyunk, mert azért hozzá szeretném azt is tenni, hogy van egy kis tanítványom, aki komoly súly problémákkal is küzdött, kicsit depressziós volt, és annyira örülök neki, hogy annak hatására, hogy látta, hogy az osztályfőnöke milyen változáson ment át már, mint én, ő is elkezdett érdeklődni. Tehát csak arra jó, hogy figyelnek bennünket az emberek, akár a gyerekek is, rajtuk keresztül a családok, és ezzel olyan jó kis pozitív hatást érhetünk, hozhatunk az emberek életében. Nagyon szuper, köszi szépen! Köszi szépen! Én Szabolcsot meg Tündét szólítanám meg most az ő történetükkel, mert suttogva megosztották itt egymás között, és én kíváncsi vagyok, hogy mi az. Mivel elmeséltük egymásnak, nagyon jó. És jó volt. Nekünk is. Adjatok nekünk is. Hát inkább azt mondom, hogy tanulságos, nagyon tanulságos a sztori, de vicces is, és minden benne van az, ami talán a sikereinkbe, vagy a saját dolgainkba, eredményeinkbe lehetséges. Egyszer valamikor 7 éve Budapesten volt egy nyilvános bemutató, de ezt megelőzte egy május 1-i hétvége, egy hosszú hétvége. És én kaptam egy e-mailt a Barna weboldalon, akkor még a Barna weboldalon, hogy egy visszahívást kér valaki. Ez volt péntek este, akkor jöttek meg a bátyámék, és ugye, hogy most Zolinál előkerült a vörösbor, nálunk is előkerült a fehér, és annyira előkerült, hogy én ezt el is felejtettem, hogy vissza kéne hívni valakit, és szerdán, ezt követő szerdán volt Budapesten egy nyilvános bemutató. És ezen a nyilvános bemutatón, ráadásul én voltam az előadó, és megtörtént ugye az előadás, és a Busi Sanyi akkor említette, hogy ott volt ezen az előadáson egy olyan valaki, akit ő régebben még meghívott valahova, de aztán nem követte le, és tulajdonképpen valaki más hívta meg. Abban a pillanatban beugrott nekem, hogy te úristen, engem hétvégén keresett valaki, visszahívást kért, és nem hívtam vissza. Abban a pillanatban még ugye az előadás után csörgettem a telefont, akkor nem vette föl, de egy 20 perc múlva visszahívott egy nagyon-nagyon kedves hangú hölgy, és mondta, hogy gratulál az előadásomhoz. Mert hogy ő nem hagyta annyiban, hanem továbbra is ugye érdeklődött, és ő a keresésre, mert ugye interneten talált rám, úgy keresett rá, hogy pénz, hajó és szabadság. Na, nekem akkoriban pont fönn volt egy videó, amikor az első jutalomútra elmentünk, az első hajóútra, és ott csináltunk egy videót, és ugye ezek a kulcsszavak szerepeltek benne, és az a alapján a videó után, egyébként most már elárulhatom, hogy Holovic Alexandrának hívják a hölgyet, ő akkoriban ugye ebbe szeretett bele. Viszont nem találta utána meg ezt a dolgot, és egy másik barna weboldalon bejelentkezett, és a másik barna weboldalon, akiről azt gondolta, hogy én vagyok, megbeszélte, hogy szerdán találkozunk. És furcsa volt, hogy egyébként a találkozó előtt találkozott egy másik úriembere, egyébként ez a Nagy Gábor volt, és neki nagyon furcsa volt, hogy nem ezt az alakot látta ő a hajón, nem ezzel beszélgetett, de azt mondja, most már mindegy, tehát beül oda az előadásra. És hát ez egy nagy szerencse volt egyébként, az előadást akkor pont én tartottam. És annak ellenére, hogy a Gáborral elment a Service Centerbe, és közben mi még nem beszéltünk, akkor ő mondta, hogy hát elmesélte neki is ezt a történetet, és mondta, hogy nem szeretne volna csatlakozni, mert hát ő végül ez miatt, a fiatalember miatt csatlakozott. Mondtam én, a nők, mindig a nők. Na mindegy, ez egy jó dolog. És a Szandra nagyon aktív volt egyébként 3 hónapig, vagy talán 3-4 hónapig, és nagyon érdekes volt, hogy ő akkor behozott a hálózatba és szponzorált pár embert, akik nem nagyon voltak akkor aktívak. És ezért ugye Szandra is elvesztette az érdeklődését, de azok közül, akiket behozott, azok közül egy bizonyos idő után volt egy hölgy,
aki mondta, hogy ő neki vannak svédországi rokonai, testvérei, és hát, hogy tudok-e velük találkozni. Találkoztam, rá két hónapra már Malmöbe voltam, Malmöbe egy 30-40 fős csapat fogadott, aztán amikor harmadszor vagy negyedszerre mentem ki már Malmöbe, akkor találkoztam, azon a rendezvényen volt először a Mária Müller, aki ma Svédországban szervizcentert vezet, gyémánt lett, és akinek az egyik legerőteljesebb üzleti partnere visszajött Magyarországra, akit itt köszöntetünk, és ma beszélni fog, és előadó is lesz az október 12-i szemináriumon, és ma friss Rubin, pont ma ért el a Rubin szintet, hogy gratulálunk is neki, és ő Palatinus Imre. Szóval ez a sztori, ebben nagyon sok minden benne van, mert benne van az is, hogy igen, az emberek, ha kapunk egy ilyet internetről, akkor igenis reagálni kell, mert egyébként csak a szerencsém múlott, hogy egy ekkora hatalmas üzlet, ami utána kialakult ebből a lábból, és ugye ez egy gyémántláb lett, ez simán elúszhatott volna a felelőtlenségem miatt, vagy egy pohár bor miatt, hallod, Zoli? Hát mindjárt elfogy, úgyhogy már gyorsan meg is iszom. És azóta én ilyenből iszom a pohár bort, és akkor senkinek nem tűnik fel. Tehát ez az egyik történet, a másik pedig az, hogy utána 6 év kellett ahhoz, hogy ezután a történet után egy gyémánt legyen. És ha valaki 6 éven belül abba hagyja az üzletet, ő neki biztos, hogy nem lesz egy ilyen gyémántja. Ha valaki kitartó és csinálja, és következetesen ott marad és láthatóvá válik, akkor biztos, hogy ezek a sztorik máshol is meg fognak történni. Úgyhogy röviden ennyi, amit történik. Nagyon szépen köszönjük. És ha már tovább dugtad a labdát Imrének, akkor hallgassuk meg őt, az ő történetét. Jó, köszönöm a lehetőséget. Szervusztok, mindenkit üdvözlök. Yeah. Hát a Szabolcs itt nagyjából már bemutatott, hogy hogy kerültem be itt a rendszerbe, vagy nagyjából ismeritek. Én most egy friss történetet mondanák el, ami a múlt héten történt meg. Én foglalkozok egy állateledel kereskedéssel, azon kívül tartok baromfikat, tenyésztek kutyákat, és hogy ne legyen unalmas az életem, most 3 éve már a DXN termékevel is foglalkozok, ami egyre több időmet vesz el, de nagy örömmel csinálom. És hogy ilyen több réteg dologgal foglalkozok, és nagyon sok emberrel találkozok ezzel kapcsolatban, mert minden részről jönnek emberek, és ezt én iparkodok jó kihasználni, és úgy gondolom, hogy aránylag jó sikerül is. Most pont egy ilyen eset volt a múlt héten, jött egy ismerősöm, hogy szeretett volna tőlem tojást vásárolni. Én az állateledel üzletben voltam, ahol nekem a DXN termékeknek a dobozai ki vannak pakolva egy külön polcra, egy-két kis plakát mellette, ilyen kis figyelemfelhívásnak, és nem szoktam az embereknek mondani, csak aki észreveszi, kérdez rá róla, azoknak válaszolok, és akkor így alakul ki a beszélgetés a DXN termékekről. Na most az ismerősem is bejött, tojást nem tudtam neki adni, mert most éppen nem nagyon tojnak a tyúkok, készülnek a télre, veszik fel az új ruhájukat, és ilyenkor arra fordítják az energiát, de meglátta a termékeket, és akkor elkezdte mondani, hogy ő iszik valamilyen ganodermás kávét. És mondom neki, hogy ilyen kávét iszol lesz, de nem, azt mondja, valami másfajta, abból 30 darab van egy csomagban. Hát mondom, akkor nem tudom milyen, mert nem tudta megmondani, hogy mi a neve a terméknek, és akkor mondtam neki, hogy hát a miénk az így néz ki, hogy kell elkészíteni, mennyi kávé, hogy egy csomagból 2 kávé van, többfajta kávénk van, jó. Utána mondja, ő valamilyen spirulnát is szed, nem tudom milyen cégnek a spirulnáját, és akkor kiderült, hogy ő nagyon egészségesen táplálkozik, mozog, fut, egészséges életmódot él, és akkor még mondta, hogy gyógynövényeket fogyaszt, és akkor mondom neki, hogy te figyelj, hát ennyire benne vagy ebbe a termékeket ismered, szereted őket, fogyasztod, miért nem gondolt, hogy egy helyről tudnád beszerezni egy megbízható minőséget. És akkor nem kell több helyre menned, hogy beszerezed ezeket a termékeket. És úgy érdekelte a dolog. És akkor beszélgettünk, és egy olyan jó óra, másfél óra múlva tartottunk, hogy megcsinálta a regisztrációt. Tehát a tojás vásárlóból lett egy új belépő a DXN-be. Gratulálunk! Ez majdnem olyan, mint amikor nálunk egy hölgy a weboldalunkat úgy találta meg, hogy tehenet akart vásárolni. És hogy miért adta neki a Google? Pont a mi oldalunkat egész biztos, hogy tehérről nem írtunk, de lényeg az, hogy oda talált.
Ki legyen a következő. Szépen. Editke, van kedved? Igen, köszönöm szépen, sziasztok! Szia. Hát a mi történetünk tulajdonképpen már 7 évvel ezelőtt kezdődött, ugye jó egészségügyi módjára. Kerestem valamilyen alternatív lehetőséget is a páromnak, mert ő most már több mint 10 éve cukorbeteg, és mivel 3 kamasz gyereket nevelünk, hát oda kell figyelni az egészségre. És én ki is találtam, hogy jó, akkor lesz egy alternatív gyógymód, és én megfigyelem, hogy ő hogyan javul minden. És Józsi életébe soha nem kávézott, úgyhogy az első adandó alkalommal, amikor beléptünk a DXL-höz, mindjárt rászoktattam a kávéra, úgyhogy azóta is lelkes fekete kávé fogyasztó, és ami már azt mondom, hogy nem a vicces része az, hogy 6 hónap alatt ezek mellett, a termékek mellett olyan változást tudtunk elérni, hogy azóta is jól van, nincsenek szövődmények, és sokkal kevesebb gyógyszert kell fogyasztania. Uh-huh. Szuper. Úgyhogy nekünk ez a sikerünk. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Nagyszerű. Úgy látom, ha Zsolt jelentkezik, igaz? Ez azt jelenti, hogy... Ez azt jelenti, hogy te következel? Mondod a történetet? Halló, szia. Szia. Nekem az első Star Agent-e néva az úgy került be a csapatunkba, hogy megkóstoltuk vele egy kávét, egy 340 kávét, és azt mondta, hogy ilyen rossz kávét még nem ivott, mint az, amilyen. És azt nem adtuk fel, rá egy hétre, vagy két hétre rá, mégis mi próbálkoztunk egy feketébe. És utána a fekete kávét is megkóstolta, akkor azt mondta, hogy az nagyon finom, és végülis a fekete kávé meggyőzte, azonnal is mellettünk van, és fogyasztott a tervegeinket, és ugyanakkor lett az első szállásedzőt is. Úgyhogy az is fontos, hogy, és azóta azt szoktam csinálni, hogy megpróbálok megkóstolni mindenkivel többfajta kávét, feketét, vagy 3-1-ben, vagy krémest, mert van, akinél bevált, van, akinél nem válik be, de nagyon fontos az, hogy ne álljunk meg egy kávét, egy kávét, akkor jó kis egy másikat is megkóstolni az égszert elégedből, mert van, akinek ez, van, akinek van a kávé jövedbe. Azért nagyon bízhatod benned, hogy az első rossz tapasztalat ellenére hajlandó vagy még egyet kipróbálni. Jó, köszönjük szépen! Jó, köszi szépen! Erzsike, van kedved elmondani a délutáni telefonodat? Nem hallunk még. Akkor most igen. Igen, igen, igen. Igen. Nos, hát nekem volt egy furcsa, nem furcsa telefon végül is, mert én hozzá vagyok szokva ehhez, mert én telefonon szoktam az érdeklődőkkel beszélni. Ma megcsörönt a telefonom, és hát pont úton voltam, és visszahívtam ugyan, de mondtam, hogy majd később tudunk csak beszélni. Amikor hazérek, hazértem, visszahívtam, és mondja, hogy megtalálta a weboldalunkat, és végignézegette a dolgokat rajta, és őt érdekelni ez a kávé, szeretne vásárolni. De előbb mondjam el, hogy milyen kávé ez. És mondom neki, hogy hát ez ganodermás, gyógygombás kávé. Jó, oké, és milyen kiszerelésben van? És mondom, hogy instant. És mondja, hogy hát olyat nem lehet, ami nem instant. És mondom neki, hogy hát végül is nem, mert másikor nem tudnák hozzátenni a ganodermát ahhoz a kávéhoz, amit főzni kell. A másik azt mondom, hogy ha lefőzik a kávét, akkor a ganoderma elveszíti azt a hatást, ami miatt tulajdonképpen iszik ezt a kávét. Tehát a jótékony hatása az kioldódik belőle. Úgyhogy most abban maradtunk, hogy még egyszer megnézze az oldalunkat, áttanulmányozza még egyszer, ugyanis én elkezdtem neki közben mondani, hogyha a vásárolni szeretne, akkor ne vásároljon, hanem be lehet csatlakozni, és akkor még olcsóbban kapja, de ha a DSP csomaggal csatlakozik, akkor még olcsóbb lesz, addig, ameddig is nem kapja a termékcsomagnak az árát. Na, akkor elkezdett gondolkodni, úgyhogy megmaradtunk abban, hogy keressük egymást. De ennyi volt, és akkor elmondanám egy másikat, már én is nem most kerültem be a DXM-be, hanem már 7 éve. És vannak olyan lábaim, akik
2-3 ezer fontnál abba hagyták, mert valami miatt elkezdtek máshol próbálkozni, és ebben a hónapban, hát hogy hó elején az egyik ilyen tagom jelentkezett, hogy hát őnéki csak kellenének a DX-en termékei, mert az anyukáim mindig mondja neki, hogy azok nagyon jók voltak, és attól jól érezte magát, amit most fogyaszt, az nem jó. Úgyhogy nagy nehezen engedett az anyukájának, és újból elkezdik fogyasztani a termékeket, úgyhogy remélem, hogy meg lesz a következő essel lábam is. Hát mi is. Hát igen. Jó, köszi szépen. Ennyi volt. Seres Pisti, van kedved mondani valamit? Mert te is mondtad, hogy valamit majd... Na mond, mond. Kisebb-nagyobb kényszer hatására hajlandó vagy. Látom, nem húszom meg a dolgot. Igazából pont most a találkozó előtt jutott eszembe, hogy mennyit változik egy év alatt is az ember élete. Egy éve még, amikor a torkom köszörült, meg így egy kicsit bántott, egy ilyen kezdődő torok valami, akkor biztos, hogy megkerestem a legjobb házi pálinkát, de most már inkább a ganodermás cukor után nyúltam először. Pedig hát én azért nagyon-nagyon komolyan veszem a népi gyógymódokat is. A másik az, hogy sokat beszéltetek a kávéról. Én valamelyik nap vittem egy ismerősömnek, aki ilyen nagyon ínyenc kávés, és nem is mondtam neki semmit róla, csak hogy kóstolja már meg ugyanezt a kávét, mert én nagyon érdekesnek találom, és kért is belőle, a fekete kávéról beszélek, kért is belőle egy csomaggal, és még ő meg sem nézte, hogy ez végül is mit, csak mondta, hogy neki ez nagyon ízlik, nagyon finom ez a kávé, tehát hogy mint kávé magában is egy nagyon remek minőség, és most kezdte el felfedezni, hogy hát ebben van ganoderma, és most kezdett el érdeklődni, hogy mégis akkor mi ez. Szóval, hogy mint kávé is remek minőség. Tehát bátran, bátran bárkinek, aki kávés. Köszönjük szépen. Cérna Marcell, neked van egy sztorid is, vagy? Van egy pár, igazából nem készültem, de szívesen mesélek. Igazából az egyik legnagyobb tanulság szerintem, hogy miért nagyon-nagyon jó a DX-en, az az, hogy nagyon sok, itt most az előző sztoriról jutott eszembe, hogy nekem is nagyon sok olyan üzlettársam, vagy inkább fogyasztom van, akik régen nagyon-nagyon sokszor vásároltak, nagyon sok terméket fogyasztottak, aztán így egyszer csak így ez így eltűnt, és pont az előző hónapban, vagy nem is tudom, egy-két hónappal ezelőtt így látom, hogy innen-onnan jönnek olyan pontok, amik úgy azelőtt nem voltak, és így mindig azon gondolkodom, hogy azért vagyunk nagyon-nagyon jó helyen, mert maga a termék olyan, hogy visszacsalogatja a vásárlót, és ez egy nagyon jó példa volt, amit az előbb hallottunk, hogy az emberek egy ideig fogyasztanak valamit, lehet, hogy nem akkor érzik az igazi hatását, amikor fogyasztják, hanem akkor, amikor egy idő után abba hagyják, és elkezdik azt érezni, hogy valami régen sokkal jobb volt, de nem tudják összerakni, hogy mi, és olyankor kell esetleg nekünk is ott lenni, és bátorítani őket, hogy hát nyugodtan nyúljanak újra a DX-en termékekhez. Úgyhogy igazából most spontán jött ez a történet, de köszönöm, mert ez tényleg egy nagyon jó tapasztalat. Köszönjük szépen! Marian, neked van-e kedved, vagy van-e történeted, amit szívesen megosztasz? Hát igazándiból, ahogy így hallgattalak benneteket, nekem eszembe jutott egy történet, amivel mondtátok, hogy ez a Facebookon is lesz promotálva, azt inkább nem mondanám. Igazándiból talán így annyi, ahogy így hallgattam a többieket, hogy én kertészmérnök vagyok, lehet, hogy ezt sokan nem tudják, nem is ez a lényeg igazándiból, lehet, hogy mi próbálunk ezt szerint élni, tehát hogy Szudán fában orvosság is utoljára gyógyszerekhez, és kezdetén, amikor mi kapcsolatba kerültünk a DX-ennel, akkor a kislányom allergiás volt, és akkor nem tudtuk még a természetes gyógymódokat, hogy mi az, amivel lehetne őt igazándiból kezelni, és az egyik pihanyi konferencia tünetében kérdeztük meg egy belgyógyász doktornak, aki természetgyógyászt is, hogy ő mégis mit javasolna a kislány allergiájára, és akkor ő mondta, hogy adjunk neki spirulinát, cseréljük a kakaóját ganodermásra,
és mi abban a mozdulattal azokat a gyógyszereket, orvosfolyós spréket félre is tettük. Persze nyilván erre nem biztatok senkit, ez a mi döntésünk volt, de ezt nem bántuk meg, mert onnantól fogva, mint hogyha elküldtek volna a kislányunknak az alergiát, és eddig is bárki kisgyerekes családnak javasoltam a spirulinát, csak azt, hogy megemeltem adatba, elkezdték szedni, már avval tudták tünetmentesíteni az alergiát, és egy idő után el is múlt neki. És a kislányomnak volt egy nagyon cuki kis mondása a termékekkel kapcsolatosan, hogy anya, hogyha ebből a kakaóból, ebben a kakaóban nem lenne ganoderma, az olyan, mintha kivennénk belőle a DX-en. Gyakorlatilag igen. Hát én borzasztóan örülök neki, hogy megismertem a DX-ennek a termékeit, a Böckös Istvánik által, ők az én felső vonalam, mert végtelenül megbízhatóak a termékek, teljesen azonosulni tudok doktorinnek a hitvallásával, hogy minden terméket bio, illetve jó alkalmazottságot állítanak elő. Úgyhogy hát remélem, hogy meg fogják ismerni ezeket a nagyszerű termékeket. Igazándiból én nekem most csak ennyi jutott itt hirtelen az eszembe, amit meg tudok veletek osztani. Köszönjük szépen! Kecskés Pisti, neked van sztori? Biztos van sztori. Nincs? Mikrofon kapcsolva. B, tudod. Nincsen sztorim. Igazából nagyon megható sztoriaim vannak. Én úgy gondolom, hogy azokat talán majd egy külön fejezetben elmondanám a daganatos betegek, akik már meggyógyultak, és különböző nagyobb problémákból, mint a colitis ultrosis, ugye, vagy a Crohn betegségekből sikerült a tanácsaimmal, és olyan visszacsatolásokat kaptam, ami az én életemet jobbá tette. Ami viszont egy viccesebb sztori, volt egy éttermen, biztosan a Szabolcsik voltak is nálam, a Pacalt anya étterem Siófokon, és akkoriban volt, hogy kiírták az erdélyi túrát, és én nagyon meg akartam csinálni. De ugye dolgoznom kellett, főznöm kellett, ezért mindent elkövettem, én csomó, elmentem, plakátokat nyomtattam, teleplakátoltam az éttermet, hogy igyálgon a dermás kávét, meg gyere, dobd el azt a másik, meg olyan ember vagy, amilyen kávét, szóval mindent kitaláltam, és elmondanám, hogy nem működött egyik se. Nagyon minimális volt, nem volt regisztráció, persze megkóstolták, kávé, tudod, melósok, meg jelek jártak oda, és akkor kitaláltam, hogy elkezdtem ajánlani a legzsírosabb ételeket. Mondom, hát majd lesz valahogy. És képzeljétek el, hogy ezt augusztusban találtam ki, mert nagyon akartam regisztrációt, és jöttek az emberek, ugye oda a pulthoz, és akkor láttam, hogyha nem pacalt evet, megkérdeztem, mondom, miért nem pacalt eszik a csülköt. És képzeljétek el, nagyon sokan azt mondták, hogy hát én azt már nem tudom megenni. Hát, és mondom, és mi lenne, ha újra meg tudnád enni ezt a pacalt? Na, és az ilyen kommunikációból lett, azt hiszem 12 frontom abban a hónapban, és így a pacalnak köszönhetően, és így sikerült elérni azt, hogy el tudtam menni Erdélybe, és részt tudtunk venni azon az erdélyi túrán, ami az életemet változtatta meg. A másik ilyen sztori az pedig... Mielőtt tovább mondanád, az ecetet ajánlottad István a emésztésre? Nem. Bármit. Szedjen ganodermát, spirulinát, cordycepset, és legalább 3 hónapig, tudod, tehát regisztrációra kellett menni. Értem. De nem mondtam, tehát azt mondtam, ami a valóság. Uh-huh. És valóban kaptam visszacsatolásokat, hogy tényleg sokat segített. Még egyébként a Csúlya Imre, tudjátok, a polgármester úr, ő is belépett abba a hónapba. Gratulálunk. Ő is nehezen ette meg a pacalt. És a másik pedig, ami nagyon érdekes, és inkább azt mondanám el, hogy én 2013-ban elkezdtem, tudjátok, a Zseli Csavához csatlakoztam, és elkezdtem eszméletlen módon tolni az üzletet, úgy, ahogy ő, és rengeteg kiáramlás volt, és az összes horgászboltos ismerősömnek kiküldtem az e-maileket, és képzeljétek el, hogy tegnap előtt írt rám a srác, hogy te, hazajöttünk Németországból, itt vagyunk Siófokon, találkozzunk már.
És képzeljétek el, hogy annak a 2013-as e-mailnek a hatására lépett be tegnap a horgászboltos. Tehát ezzel csak azt akarom, hogy soha ne hidd azt, hogyha kiküldesz valamit, hogy annak nem lesz hozadéka, mert hiszem azt, hogy mindegyiknek valahol van hozadéka. Uh-huh. Ezek a sztoriaim van rengeteg, de ezek most így, amik eszembe jutottak, és szerintem nagyon sokat adtak nekem. Uh-huh. Nagyon köszi. Szépen köszönöm. Egyébként a Szabi mondta annak idején, hogy ha jól emlékszem, te mesélted, hogy ilyen nehezen emészthető ebédek után egy kupica ilyen DX-en... Percet. Igen. Jó. Igen, én ezt a mai napig tartom, tehát ha nálunk buli van, az biztos, hogy már mind olyan buli, ilyen poharas, akkor én mindig vagy úgy fekszem le, hogy egy nagy kordipányt iszom, vagy ha nincs itthon kordipány, akkor ecet, tehát a DX-en ecet, és tökéletes, tehát hogy nagyon-nagyon rásegít, és nem kellenek ilyen különböző patikai módszerek, ez megoldja. Oké, köszi szépen. Vannak új becsatlakozók itt ebbe a zoomináriumba. Brigitta, nem tudom, neked van-e sztorid? El akarom mondani. Hát nekem kettő nagyon aranyos sztorim van. Az egyik, hogy hát pár évvel ezelőtt, pontosabban 2017. október-november környékén az egyik ismerősöm rám írt, hogy hát ő szeretne csatlakozni. És ugye nem laktunk egymástól messze, és én meghívtam kávézni. És elkezdtünk beszélgetni, megmutattam a akkori barna oldalt, és hát így el is váltunk. És akkor hát este 9 óra fele jött egy üzenet, egy messenger üzenet, hogy szerinte ez piramis. És hát ez nekem nagyon rosszul esett, mert ugye a szívem csücske a DX-en, és szépen elmagyaráztam neki, hogy mi a piramis és mi az MLM, és ő ezt nem tudja. Én végig sírtam az egész éjszakát emiatt, és képzeljétek el, hogy pár napra rá láttam, hogy beregisztrált, és azóta egy nagyon aktív, lassan Star Agent munkatársam lesz, és nagyon szeretem, és tényleg majdnem, hogy minden rendezvényen ott van, nagyon imádom, és mai napig konzultálunk rendszeresen. A másik az pedig igazából egy terméktapasztalatot szeretnék így megosztani. Kislányom vasalt hobbiból, mert nem engedtem meg neki, és megégette az ujját, és ugye a ganodermás fogkrémet raktam rá, és hihetetlen, hogy az ordításból egy perc alatt csend lett, és két nap alatt pedig elmúlt neki a kis sérülés, az égési sérülése, úgyhogy ezt úgy mindenkinek el szoktam mondani, így ez egy nagyon, nagyon aranyos történet. Úgyhogy ennyi. Köszi szépen. Van-e olyan vendégünk itt, aki az elején nem volt itt, és azért nem tudta jelezni, hogy ő is mondana a történetet, de azóta kedvet kapott hozzá esetleg. Én még itt lázom, de most kimerelni. Ez egy burintás, igen. Azok nincsenek kamerával. Teljesen. Vagy hagyjuk. Akkor mert még itt is el kell mondani. De ha van, próbálni neki. Nem hallunk most még. Most már jó. Vagy nem? Mondj valamit. Most már jó. Nagyon rossz szokott lenni a térerő, a gyenge az internetem, azt hiszem, ehhez a zoomináriumhoz. De talán működhet.
Most már hallunk, úgyhogy hallgatunk szívesen, ha van egy történeted, amit megosztanál. Én a nagyon mostani tapasztalatomat szeretném nektek elmondani. Ugye a Szabi csapatában a KÁR programon elindultunk többen, és volt is egy kihívás a Szabi részéről, és így nem olyan régen együtt lehettem a Cérna csapatba tartozó vezetőkkel, akik már teljesítették a KÁR programot, de a kihívás úgy szólt, hogy az első két hónapot kell teljesíteni, és én most így szeptemberben pont a harmadik hónapban vagyok. És azt a tapasztalatot akarom megosztani, mert erre már volt itt jelzés a zoominárium során, hogy igen érdemes fölhívni azokat az embereket, akik nagyon régóta mondjuk nem vásárolnak. Nekem ebből vannak most nagyon meglepő tapasztalásaim, hogy felhívtam valakit, akinek ráadásul a férje fogyasztotta, és a Cordipine és a Cordyceps az ő refluxát teljesen rendbe rakta, és ezért ott teljesen abba is hagyták a termékek fogyasztását, és ő is egy ilyen nullás ember volt körülbelül egy jó 3 éve szerintem körülbelül. Most elmentem hozzá egyet beszélgetni, és ennek a vége lett most egy 100 pontos regisztráció, RGGL 220-as spirulina, vagyis hát nem regisztráció, hanem egy 100 pontos vásárlás, tehát egy újraaktiválás tulajdonképpen. Egy újraaktiválás tulajdonképpen, illetve a mai napon odaadtam neki a kozmetikai szettet, amit én azért vásároltam, hogy emberek ki tudják próbálni ezeket a dolgokat, és nagyon nagy örömmel fogadtam mindezt, tehát lehet, hogy ennek még tovább lépése lesz, és ez ugye nem következett volna be akkor, hogyha a Cérna Szabitól is nem kapom azt a javaslatot, hogy igenis tessék megfogni ezt a nullás listát, és végighívni mindenkit. Nekem ebből a nullás listából csak ebben a hónapban van, ha jól emlékszem, 400 pontos vásárlás. És biztos, hogy lesznek még olyanok, akikkel nem tudtam beszélni, lebetegedtek, stb. Tehát, hogy ez a tapasztalat van, hogy nagyon működik az, hogy igenis 3-6 havonta jó tartani azokkal az emberekkel is a kapcsolatot, akiket nem tudunk éppen aktuális időpillanatban megszólítani, amikor nekik olyan szituáció van, hogy be tudják fogadni ezt az információt, a DX-t, a termékeket. Ugye sose tudjuk, hogy kinek mennyi pénz van a zsebében. Azt hiszem Tom Kemil mondta viccesen az egyik előadásában, sokkal hamarabb megtudott, hogy megcsalta a párját, mint hogy mennyi pénze van. Tehát, hogy ezt igazából nem lehet nagyon tudni, és nagyon fontos tapasztalás nekem az, hogy nem szabad elhanyagolni ezt a dolgot, mint ahogy én ezt tettem korábban, úgyhogy most nem csak ebben a hónapban, hanem a következő hónapban, meg hónapokban is biztos, hogy ezt így fogom tovább csinálni. És nagyon bízom benne, hogy az október 12-i szemináriumon, ahol gondolom a legtöbbekkel fogunk tudni találkozni, én is ott fogok állni a kis autó mögött a KÁR programosokkal. Uh-huh. Úgy legyen. Gratulálunk, köszi. Van-e még valaki, akiben bent szakadt a szó? Benne maradt egy csoda történet. Az most jelezze. Tündi. És Fajon. Még Lajos sem mondott. Lajos sem. Azért gondoltam, mert a csoda szót kimondtad. Nekem egy csoda történetem van. Van egy ismerősünk, akinek van 4 kislánya, és sajnos elvált a férjétől, viszont megtalálta élete párját, akikkel éppen nagyon-nagyon szépen éltek, gyönyörű párkapcsolat, és egy apró pici bökkenő volt, nagyon szerettek volna közös babát, de ez nem sikerült, mert hogy a fiúnak egy nagyon komoly betegsége volt a kezelések és a gyógyszerek mellékhatásai miatt az ő oldaláról nem sikerült a gyermekáldás. És gyakorlatilag ennél a pontnál találkoztunk, és nem erre, de kért ajánlást a dr. Csizmadia Beától rajtam keresztül, hogy a fiúnak a betegségére milyen termékeket tegyen. És elkezdte szedni, több mindent ajánlott nekik. Nyilván a anyagi keret egy ilyen nagy családnál azért szűkös, úgyhogy maradt a Cordyceps és a spirulina, amit nagy dózisban 4 hónapon keresztül nagyon, nagyon komolyan szedett. És azt vett észre, hogy szépen javulgat, hogy úgy minden rendben van. És tényleg megjött a hite, és nagyon örült, hogy elmúltak a fájdalmai, és a leletei is szépen javultak. Aztán a csoda is megérkezett, mert hogy Gia egyszer csak azt vette észre, hogy huha, valami, mintha történne nála, vagy éppen nem történik nála, és hát kiderült, hogy kisbabát várnak,
és aztán még az a csoda is megszületett, hogy négy, vagy megtörtént velük, hogy a négy kislány után egy kisfiú megérkezett az életükbe, és egy óriási öröm és boldogság volt, és aztán ezt világgá is küldtörték a Facebookon, és a családi napon ott voltatok, lehet, hogy láttátok, hogy volt ott egy kis babakocsival egy hölgy, meg egy fiatalember, ott nagyon tologatták a gyereket, és több fotó is készült róla, mert hogy a badián az volt, hogy én DXN-es baba vagyok, úgyhogy ez egy ilyen kis csoda volt az ő életükben, meg hát a mi hálózatunkban, úgyhogy ezt akartam még elmondani nektek, hát így akkor a végén. Ez kiváló végszó. Kukatoskodott. Ez kiváló végszó. Ez nagyszerű, nagyszerű. Felállt a szőr a karomon a történet. Igen. Mellék hatásként lett egy gyermekük. Igen, igen, hát... Figyeljetek, akkor neki. Szerintem zárjuk ezzel a sztoris estét. Nagyon jó történet volt, meg nagyon sok jó történet volt. Köszönöm biztos, szépen. Hogy van még sok történetetek, úgyhogy szerintem egy második kört már még ebben futunk.